az OMDS-szel a helyhatósági választásokon egy eredményes együttműködési megállapodást kötöttünk, és most felmerült az, hogy akkor a parlamenti választásokra is kössünk. Nekünk volt egy konkrét ajánlatunk az OMDS felé. Ők néhány nappal ezelőtt reagáltak, és elküldtek egy többoldalas tervezetet, amelyik részben a parlamenti választásokról szól, részben a 2020-as helyhatósági választások, illetve a választások utáni magyar-magyar együttműködésnek a mikéntjéről. Mi ezeket a dokumentumokat megvizsgáltuk, van benne sok pozitív elem, azonban nyilvánvaló, hogy még további egyeztetésekről lesz szó. A parlamenti választások az, ami tulajdonképpen nagyon aktuális és sürgős, tehát ezekben a kérdésekben egy komplex megállapodást kellene kötnünk, és a KMKS úgy gondolja, hogy ennek része nem csak az egyéni körzetekben való indulás, hanem a pártlistás esetleges jelölések megbeszélése és egyeztetése is. Tehát a KMKS választmány ezzel kapcsolatban nyilatkozatot fogadott el, illetve megbízta a KMKS elnökét, két alelnökét, hogy folytassa a tárgyalásokat az OMDS-szel.